Ahogyan azt ígértük, maradtunk ma is a Lónyai és a Cucor utca sarkán, és Csiky Kálmán jogtörténész politikusra emlékezünk, aki itt ebben az épületben élt, amiről ugye előző adásunkban is beszéltünk. Egyébként 1843-ban született, és azt tudjuk-e pontosan, hogy mikor élt itt ebben az épületben? Persze. Szerencsére a korabeli lakcímjegyzékek alapján be lehet azonosítani. Amikor az épület 1898-ban elkészült, akkor az első lakók között volt, és hát ilyen 10-12 éven keresztül lakott itt, hát haláláig tulajdonképpen. De ő nem csak jogtörténész és politikus volt, mint ahogy én mondtam, hanem más területen is. Az irodalommal is foglalkozott, a kortárs, akkori kortárs szép irodalommal is foglalkozott, illetve az ókori irodalommal, a latin nyelv az nagy szerelme volt, és latint is tanított például a református gimnázium falai között, ugye ez a Lónyai utcában működött, Lónyai utca Kálvin tér sarkán, amikor ő tanított, a mai Városkapu üzletház helyén álló épületben, akkor még ott volt található a református gimnázium, 1870 és 1884 között, de tanárként vagy tanítóként már korábban is ismert volt a neve, a teleki grófi családban volt ő ismert, elsősorban Teleki Sándor gróf gyerekeit tanította 1870 előtt, hát magántanárként. 1867-ben szerezte meg a jogi diplomáját a Pesti Egyetemen, de tanult külföldön is, Németországban is, Ausztriában is. Világlátott ember volt, és számára a mindennapi élet, a közélet, illetve az ókorral való foglalatosság az összekapcsolódott, tehát a latin nyelv ismerete az meghatározta persze azt is, hogy őt érdekelte az ókori Róma története. Tacitusnak a műveit ő fordította először magyarra, de érdekelte, mivel jogászként végzett, érdekelte a magyar jog is, Verbőci íres hármas könyvét vagy tripartitumát is lefordította magyarra. Nem ő volt az első, aki lefordította latinból magyarra, de ő is a fordítók között volt. És hát politikusként is megállta a helyét. 1884-ig országgyűlési képviselő volt. Ekkor nem választották már meg egyéni körzetben, ahogy annak idején is nevezték. De nem vonult vissza tulajdonképpen a közélettől. Ő azért részt vett, meghallatta is a hangját, főleg hírlapíróként, mert hogy az is volt, a Pesti Naplónak volt a munkatársa, és hát tulajdonképpen haláláig publikált, és hogyha olyan helyzet adódott, akkor elmondta a véleményét az újságok lapjain keresztül, és hát még egy érdekességet talán fontos megjegyezni, hogy 1870-ben a porosz-francia háború idején ő volt a Pesti Naplónak a tudósítója, tehát a porosz királyi seregek mozgásáról a pesti közönséget többek között ő tudósította. És amikor aztán a porosz-francia háború, ugye porosz-német győzelemmel végződött, ugye Párizst is elfoglalták a porosz csapatok, akkor hazajött Magyarországra, Budapestre, és folytatta a tanári tevékenységét és a hírlapírói munkásságát is. Említetted, hogy ő politikus is volt, illetve egy képviselő. Igen. Hol volt ő hát képviselő? Ugye itt volt képviselő természetesen, de hogy milyen várost vagy milyen körzetet képviselt, nem Pest egyik kerületét képviselte, hanem Sepsiszentgyörgy választotta meg őt országgyűlési képviselőnek, és 1881 és 84 között ezt a gyönyörű várost és annak érdekeit képviselte a magyar parlamentben, és amikor megpróbálkozott újra, és nem sikerült, akkor azért a kapcsolatot nem vágta el, nem vesztette el Erdéllyel és Sepsiszentgyörggyel. Lehet, innen datálódik Ferencváros, Sepsiszentgyörgy testvérváros kapcsolata. Rá lehet húzni ezt is, de mindesetre érdekesség, hogy az egyik testvérvárosunk képviselője volt az az ember, aki itt lakott a Ferencvárosban. Igen. Talán még egy érdekességet hagy tegyek hozzá a beszélgetésünkhöz, a családi életéről nem tettem említést. Arról beszéltünk, hogy a református gimnáziumban volt tanár, és ott latint tanított. Ennek a
gimnáziumnak a vezetését nagyon sokáig Gönczi Pál látta el, a magyar pedagógia történet kiváló alakja, és az ő lányát, Etelkát vette feleségül, és hát egy nagyon harmonikus házasságuk volt, és ebben a házasságban, vagy ebből a házasságból 6 gyermek született, akik a felnőttkort is megérték, nagyon demokratikusan, 3 fiú és 3 lány. És hogyha jól tudom, így a gyerekek közül volt, aki folytatta a hagyományokat és a jogi pályán lépett tovább. Viszont következő adásunkban átlépjük majd a kerület határát. 8. kerületből jelentkezünk majd, és Csolnoki Jenő földrajztudósra emlékezünk.